Egyáltalán nem tudott olaszul egy szót sem, aztán beiratkozott intenzív tanfolyamra, amikor Európába költöztek, és onnantól kezdve képviseli már Olaszország színeit. Krisztina Vassen, aki az olimpián 18. volt, a testvére Jelena ott bekerült a döntőbe, és 8.-ként zárt, majd közösen indulhatnak egyébként most is itt a világbajnokságon. Itt egyéniben viszont csak ő indult. 3,5 delfinszaltó felhúzott, érdekkel kicsit fröcskölt az ugrás vége. Vassen is egyre jobb formába lendült a selejtezőben, 16. lett, majd 8.-ként került ide a döntőbe. Ha ezt meg tudja tartani, ezt a helyezését, akkor azt gondolom, hogy elégedett lehet. Itt láthatjuk egyébként a pontozóbírókat, heten vannak, a két legmagasabb és a két legalacsonyabb pontszám kiesik, a maradék hármat össze. Locsolják a vizet, így viszont látják a felszínét a víznek, és pontosan tudja az ugró, hogy hol kell összefogni a kezét, hogy jó legyen a merülése, ne üsse meg a fejét. Hogyha ez nem lenne, akkor mi történne? Hát akkor valószínűleg vagy korán fognák össze a kezüket, és akkor nem tudnak úgy megnyúlni a víz előtt, vagy nem fognák össze a végén, az ugrás végén, akkor pedig megütik a fejüket. Ugyanezt az ugrást láthattuk a német Vassentől, neki sem tökéletes a merülés. Ő egy nagyon magas ugró, mármint olyan szempontból, hogy 180 centi magas. Ez a műugrók között kiemelkedő, viszont a csuka mozdulatot így is jól összehúzza, és jól mutat a levegőben. Elég fiatalon költözött föl egyébként a család, és ők is, ugye van egy testvére Aachenből Berlinbe. Most erre az ugrására, ez a legrosszabb a három próbálkozás közül, 57-et kapott selejtezőben az elődöntőben. És Krisztina Vassen, ő a magasabb és az idősebb is a Vassen testvérek közül. Nagyon hasonlítanak egyébként egymásra, sokan azt gondolnák, hogy ikrek, de két évkor különbség van kettőjük között. Jelenleg volt ugye 8. az olimpián, ő most ebben a versenyben nem indult itt a VB-n egyéniben. Aj, de kár volt érte. Nagyon beledőlt az ugrás elejébe, így nem jött megfelelő sebességgel föl a lába, vissza kellett, hogy nyúljon érte, és korán engedte el, kevés az ugrás vége. Ráadásul ez volt a legkönnyebb ugrása, a szorzója is 2,9, tehát nem éri el a hármas nehézségi fogot, úgyhogy így most eléggé vissza fog esni a mezőnybe. Hát. Azért Filion és Benfejtő egy majdnem másfél évtizedet eltöltöttek a sportágban. Tehát hát nem lehetett kiszámolni. Mikor lesz elegük az egészből, és mikor fejezik be. Viszont az olaszoknál azért már versenyeztetik 5 évek óta, és így tud most itt azért a döntőbe szerepelni, hogy van versenytapasztalata. Lehet, hogy a kanadaiaknál eddig kellett volna várnia, akkor már nem is ugrana. Az előző ugrását nagyon elrontotta Krisztina Vassen. Olimpiai 5. volt egyébként Ina Puncellel még Tokióban a szinkrontoronyugrásban. Németek nagyon sok kvótát gyűjtöttek az olimpiára, főleg a szinkronszámokban is. Visszakézállásból ő is a másfél csavart ugorja. Ez ilyen formában egyébként nem csavarugrásnak számít, hanem kézenállásból indított ugrásnak. Tehát lesz neki majd az utolsó sorozatban másfajta nem kézállásos csavarugrása. És hát a németeknél igen nagy hagyománya, hanem nagy rangja van a válogatóversenynek, és ezért van az, hogy itt például... Itt sem lehet elégedetlen, hiszen Boydot és az amerikai Wrightot, valamint Frasteringet is megelőzi. Krisztina Vassen zárja az egyedüli németként itt ebben a döntőben a szereplését. Édesanyja minden verseny előtt a K und K üzenetet küldi neki, ami az osztrák-magyar monarchia óta egy elég jól ismert kifejezés, ez a koncentrálj és harcolj, németből átfordítva. Ugyanezt az üzenetet minden verseny előtt megkapja. Hát itt a végére egy kicsit a koncentráció az elment, már eléggé beledőlt az ugrás végébe. A küzdés megvolt. A küzdés az végig megvolt, lesznek még versenyszámai, úgyhogy tud majd javítani. És egy kicsit alacsonyabb ponttal végez, mint amit a középdöntőben ugrott.